Színes portrék és izgalmas technikával készült munkák láthatóak a Hatvani Galériában. Ugyanis ezúttal az Arcok és Sorsok elnevezésű Biennálé alkotásait láthatják az érdeklődők. Ez volt a 23. portré Biennálé a Hatvani Galéria történetében. Most is belakták az alkotások az egész épületet. Az alsó és a felső kiállítóterem falain, oszlopain is láthatóak képek. Az Arcok és Sorsok során olyan portrék jelennek meg, amik mögött életút, teljesítmény, pillanatnyi állapot, érzelem, siker vagy fájdalom lakozik. A több tagból álló zsűri értékelése szerint a Biennálé legjobb alkotása Édu a portréja lett, amit László Dániel festett meg. Az alkotáson a művész nagyobbik lánya látható erdélyi népviseletben. Egy jó korkép is ez a Biennálé, hiszen megmutatja, hogy melyek azok az irányzatok, melyek azok a tendenciák, amelyek jellemzik az aktuális magyar képzőművészetet. Jelen pillanatban ugye a portréművészetről beszélhetünk, és ha körbejárunk itt a Biennálé anyagát nézelődve, akkor látjuk, hogy úgy ugye tematikájában, ábrázolási módjában és a kompozíció szempontjából is meg annyi lehetőség közül válogattak a művészek, és próbálták megtalálni a számukra jellemző egyedi ábrázolási módot. Hozzátette, a kiállítás iránt minden évben nagyon sokan érdeklődnek, az ország különböző részeiről érkeznek alkotások. Mindemellett rendkívül sokszínű munkák és újszerű, egyedi technikával készült képeket is láthat a közönség. Az Arcok és Sorsok portré Biennálé január 22-ig látogatható a Hatvani Galériában.